folytatódik a felkészülés a bátaszéki oroszlánoknál. A diákolimpián elért sikeres szereplés ellenére sem csökken a lendület, már is a következő kihívásra koncentrál Pomsár Szilvia csapata, aki elmondta, hogy nagyon örül anyja, hogy lánycsapattal tudott indulni, de nem csügged amiatt, hogy az országos diákolimpiára nem jutottak ki. Diákolimpián voltunk, a harmadik korcsoportos lányokkal vettünk részt. Nagyon örülök, mert lányokkal még nem tudtam indulni általános iskolába, eddig csak fiúkkal voltunk, most viszont összejött annyi lány, hogy igazából tudtunk egy városkörnyéki mérkőzés játszani Zomben, és a megyei diákolimpián pedig Szekszárdon. Zomben sikere jártunk, ott nyertünk, a szekszárdiak ellen viszont kikaptunk, így sajnos az országos diákolimpiára nem jutottunk tovább, de én nagyon örülök ennek a sikernek is, mert igazából ez a harmadik korcsoport, ez 2009-2010-es születésű lányok, és igazából nem voltunk meg pontosan ebben a korosztályban ennyien, de én kisebbekkel ki tudtam pótolni, tehát ők feljátszhattak. Úgyhogy nagyon örülök és nagyon büszke vagyok rájuk, hogy részt tudtunk venni, el tudtunk indulni. Főként, hogy így a megyébe igazából sok csapat nem tudott kiállni ebben a korosztályban. Hozzátette, nagyon fontos, hogy már kiskorban megszerettessük a sportágat a gyerekekkel, hiszen az egészség számára is nélkülözhetetlen a testmozgás. Egy elhivatott edző pedig sokat segíthet ebben. Én azt gondolom, hogy Bátaszéken viszonylag azért elég sok lány is és fiú is kosárlabdázik. Idén óvodában is elég nagy létszámban tudtunk gyerekeket így halászni, meríteni. Nagyon fontos az edző személye szerintem. Mindegyikünk nagyon szereti a kosárlabdát, nagyon elfogultak vagyunk a sport iránt, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, megszerettetni, megismertetni magát a játékot, a kosárlabdát a gyerekekkel, ez a célunk, és hát, hogy későbbiekben pedig játékosok, sportolókká váljanak. A felkészüléshez hozzátartozik, hogy a labdás gyakorlatokon kívül átbeszéljék az aktuális ellenfél játékát érintő dolgokat, habár a taktika egyelőre még nem kap fontos szerepet a játékban. Igazából nekünk minden edzésen megvan a menete, az, hogy van felépítve egy edzés. Mindig én azt szerint haladok, hogy minden edzésen nyilván valahol többet vezetünk labdát, többet védekezünk, vagy többet erősítünk. És a mérkőzések előtt nyilván egy kicsit több az olyan technikai elem, vagy náluk még taktika nyilván nincs, de azért kicsit fejbe megbeszéljük, hogy hogyan kell az ellenfél ellen játszani, vagy hogyan kell maga a mérkőzésen bizonyos elemekben részt venni. Tehát már ők pontosan tudják azt, hogy kidobja be oldalról, alapról, ismerik a játék menetét, tudják azt, hogy állunk be büntetőre. Tehát már olyan dolgokat, amiket már nem kell azért kívülről segíteni, csak magát a játékot kísérem én is végig, és azt próbálom segíteni nekik. A jövő évi kihívásokat tekintve sikeres szereplést remél a diákolimpián, és bízik abban, hogy minél több korosztály tud majd a bajnokságokban is elindulni. A diákolimpiák mindenképpen kihívások a jövő évben, minél több korosztályban szeretnénk, és hát fiúkkal is, és lányokkal is. Az egyesületen belül, mert ugye ez egy iskolai rendezvény vagy szervezés, egyébként szeretném Schraubinger Szilvia testnevelő tanárnak is a munkáját megköszönni. Ő is segített azért a nevezésekben, az utazásban, hogy el tudjunk indulni, de mi, mint egyesületen belül, nekünk nyilván több célunk van. A bajnokságokban minden egyes korosztályt tudjunk szerepeltetni, ez a legfontosabb, és hát nyilván minél több gyerek kosárlabdázom Bátaszéken. Valamint elárulta, hogyan ismerkednek meg a mai gyerekek a sportággal. Én olyan vagyok egyébként, hogy ha látok gyerekeket, legyen a játszótéren, vagy a munkahelyemen, egyébként én szeretek nekik szólni, ha már látok egy magasabbat, vagy aki gyorsabb, vagy akit csak így ismerek az ismeretségi körömből, de nálunk több testvér is van, tehát hogy a testvér látja azt, hogy a nagyobb, vagy a kisebb kosarazik már, akkor ő is szeretne.
Mindenképp fontos, hogy az óvodában, hogyha már látják és ismerkednek ezzel a sportággal, akkor iskolában, első osztályban már valószínűleg lehetőség, nagyobb esély van arra, hogy kosárlabdát választ, és akkor ehhez a sportághoz csatlakozik. Bomsár Anna, a csapatjátékosa pedig elmondta nekünk, hogy mi az a gyakorlat, amit nagyon kedvel, és mi az, amit kevésbé szeret. A futást, azt nagyon nem. De igazából, hogyha labdás feladat van, és úgy van, mondjuk zicserek, azokat szeretem, de csak így simán futni, az nagyon nem. Hát igazából, amik ilyen cselezős feladatok, vagy ilyen át kell így cselezni a zsámolyok között, vagy ilyenek, ezeket szeretem.